Azért fontos, mert vannak korosztályok, akik azt se tudják, hogy milyen színészek voltak régen. És ezeket a rétegeket, ahogy hát valójában az, hogy ők valamikor voltak, 100 évekkel ezelőtt, és rétegekre jönnek rá újabb színész óriások, és ott mindent megőriznek ezekkel kapcsolatban. Nem csak a kellékeiket, mindent az égvilágon, egy csomó információ van. És ezek rettenetesen fontosak, hogy ezek megmaradjanak. Mert ha egy réteg információ kiesik, akkor az ott valami megbicsaklik. Hanem évek legyenek meg, évtizedek legyenek meg, azokból kiemelve előadások, színházi gondolkodók, tehát hogy az hogy valamilyen nyomat maradjon előadások után, vagy évek után, személyek után. De hogy én most ott vagyok, vagy nem, ez lényegtelen. Ugye azért valamilyen szinte messze voltunk Budapesttől. És néztem ezeket az izgalmasabbnál izgalmasabb színészeket, színésznőket, Dajka Margit, vagy épp a múltkor Pécsi Sándorról beszéltünk, hogy például az nem adatott meg az nekem, vagy egy-két embernek a környezetemből, hogy például velük játszunk. Tehát amikor az ember elindult ezen a valamin, ezen az úton, akkor ugye voltak már az idősek, és akkor mindig arra vágytam, hogy játsszak velük. Például Mari megadatott, Törőcsik Mari megadatott, hogy vele egy színpadon lehessek. Ez rettenetesen fontos. És biztos, hogy felbecsülhetetlen érték az én életemben, hogy én játszottam, vagy ott színpadon mellette lehettem, inkább így mondanám. De hogy ahogy mentek el emberek, és akkor az emberben volt egy ilyen sajnálat, hogy hát ezzel sem Darvas Ivánnak, de nem adatott meg nekem. Beszéljünk azokról a színészekről, akiket nem nagyon ismer a nagy közönség. Akik vidéken vagy határon túl éltek, vagy élnek, és ott dolgoznak,